Orbán Viktor bocsánatkérése, a CEU amerikai diplomáinak Magyarország kiadhatósága és a kormányzati plakátkampány leállítása. Ezekhez a feltételekhez kötni Manfred Weber a Fidesz maradását a néppártban. A kérdés ugyan állítólag épp a csúcsjelölt kérésére nem került napirendre az EPP tegnapi brüsszeli tanácskozásán, de a jövő héten Strasbourgban már tárgyalhatnak róla. Több elemző azonban azt mondja, hogy a magyar kormánypárt kizárása a néppárton belüli bevándorlást támogató kispártok érdeke, de kérdés érdeke ez a néppárt egészének? Ez a Szemtől Szembe csütörtökön Somorjai Balázs vagyok, és azért van itt még néhány válaszra váró kérdés. Például az, hogy csak a kampány hevében kerülnek elő ilyen javaslatok, és májussal elülnek, vagy ez valami elhidegülésnek és végleges válásnak az előszele. És egyáltalán nem utolsó sorban, amire persze ma nem fogunk választ kapni, milyen mandátumarányokat hoz majd a május végi európai parlamenti választás. A többi kérdés megválaszolásában viszont segítségünkre lesz mai két vendégünk, két politológus, Kiszeli Zoltán és Deák Dániel. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nem először kerül elő ebben a stúdióban ez a kérdés. Megéri-e a néppártnak felszínen tartani ezt a vitát kevesebb, mint 12 héttel az európai parlamenti választás előtt? Hát nyilván nem éri meg, hiszen a kampányban, akárhová megy Manfred Weber, tegnap Passóban volt, ma Varsóban, mindig ezt a kérdést szegezik neki, tehát nem a programjáról tud beszélni, hanem magyarázkodik, és hát a másik, a matematika, azért vannak becslések, tehát azt láthatjuk, hogy az Európai Parlament két hetente hoz nyilvánosságra becsléseket feltetően azért, hogy ezzel tompítsa azt a fajta elégedetlenséget, vagy azt a rossz szereplést, amit az Európai Néppárt bevándorláspárti tagpártjai, illetve a szocialista amire ők számíthatnak, hiszen nagyot fog esni ennek a két pártnak a támogatottsága, a mandátum száma, és azt látjuk, hogy ezekből a mérésekből kiderül, hogy az Európai Néppárt a mostani 219 helyett olyan 180 mandátumra számíthat, tehát 30-szal kevesebbre, főként egyébként a CDU, CSU veszít majd a mandátumokat, illetve hát ugye Olaszországban, Franciaországban. Itt azért egy kisebb parlamentről is beszélünk. Hát attól függ, ugye ez de is arányai, egy kérdés. Arányaiban nagyobbat veszít a néppárt. Arányaiban biztos, hogy a szocialisták veszítik a legtöbbet, és másodikként a néppárt. Tehát azt látjuk, ha a Brexit egyébként kitolódik akár két évvel, akkor nyilván más, akkor marad a mostani létszám. Tehát ezt nem tudjuk még, hogy a britek mikor mennek ki. Tehát itt még sok a bizonytalansági tényező. Az biztos a kutatások alapján, hogy a bevándorlást leginkább támogató pártok, és ezek a baloldali pártok, illetve a néppárton belül is például a CDU, Angela Merkel pártja, ők bizony veszíteni fognak, a Fidesz pedig erősödni fog, vagy minimum azt a támogatottságot hozza. Tehát a néppárt összességében is gyengülne, ha a mostani 12 vagy várhatóan 13, akár 14 fideszes képviselő nem a néppártban politizál, hanem kénytelenek lennének egy másik frakciót keresni. Na de itt logikai bukfenc van akkor, mert hogyha a választók valóban a bevándorlás párti tömörüléseket büntetik, akkor miért érdeke Manfred Webernek bevándorlás párti pártok érdeke gondolkodása mellett mentek kommunikálni? Manfred Weber azt a régi logikát követi, hogy a szocialistákkal és a liberálisokkal akar majd egyezkedni nagy valószínűséggel a választás követően ugye a koalíció kötésekről. Most is azt látjuk, hogy a néppárt a szocialistákkal közösen alakotta meg ezt a koalíciót az Európai Parlamentben, közösen állapodtak meg abban, hogy ki legyen az Európai Bizottság elnöke, a különböző brüsszeli tisztségeket közösen töltötték fel, és most szemmel láthatta Manfred Weber továbbra is abban reménykedik, hogy ez a balliberálisokkal történő koalíciókötéshez meg fog valósulni az EP választás követően, és most engedményeket tesz ismét a balliberálisoknak, azért mondta a CEU, ugye, tehát Soros György Egyetemen nem véletlenül került ismét a terítékre, az amerikai kormány, az amerikai külügyminisztérium már régóta megállapodott a magyar kormánnyal, amikor itt volt az amerikai külügyminiszter, szóba sem került már ez a téma, ennek ellenére látszik, hogy az Európai Néppártnak továbbra is ez az egyik legfontosabb kérdése, ez meg azért van, mert meg akar felelni a balliberális pártoknak, és ezért most látjuk, hogy az Európai Néppártban is Soros György megbízható szövetségesei azok nyomást gyakorolnak Manfred Weberre. Azonban kérdéses, hogy Manfred Weber ezt mennyire gondolja komolyan, mennyire akar nyomást gyakorolni a Fidesz-KDNP-re. Már láttuk korábban is azt, hogy volt erre példa, hogy oda mondott egy erőset, mondott egy keményet, utána azért sikerült vele megállapodni, tehát most is van még remény a megállapodásra. Nem érdeke sem az Európai Néppártnak, sem a Fidesz-KDNP-nek jelen pillanatban az, hogy május 26-a előtt bármilyen felfüggesztés vagy kizárás legyen, és utána majd az átalakuló
erőviszonyokban, a teljesen más európai parlamentben, majd ezek a kérdések valószínűleg újra napirendre fognak kerülni, de akkor már, mivel sokkal több lesz a bevándorlással szemben kritikus képviselő az európai parlamentben, a Fidesz-KDNP-nek sokkal jobb esélyei lesznek. Mit mondanak a mandátumbecslések? Kijönne a többség a szocialistákkal, demokratákkal, a szociáldemokratákkal közösen? Az már nem jön neki. Mint mondtam, a néppártnak 180 mandátumot jósolnak, a szocialistáknak a 181-130-at, tehát itt is egy jelentős esést látunk. De hát sajnos ott vannak még szintén bevándorláspárti liberálisok, ugye Guy Verhofstadt pártja, aki plakátkampányt indított Magyarország ellen, és amikor a magyar kormány válaszolni akart, akkor betiltotta Brüsszelben ezt a plakátkampányt, különböző mondva csinált okokra hivatkozva. Tehát a néppárt és a szocialisták a liberálisokkal kiegészülve, mondhatnánk az Emmanuel Macron pártjával megerősödött liberálisokkal közösen már kitennék azt a többséget, és itt fontos, amit Orbán Viktor tavaly júniusban mondott az Európa beszédében az András Egyetemen, hogy a néppárt jelenleg sajnos, és ezt mutatja valóban, hogy Dani is mondta, Manfred Webernek a mostani politikája, a néppárttól balra keresett szövetségeseket. A szocialistákban, ugye Martin Schulz nevére, ha még emlékszik valaki, ugye pont ő volt az, aki ugye a szocialisták vezetőjeként, európai parlamenti elnöként ennek a másik részét adta, de hát úgy tűnik, hogy annyira csökken ezeknek a pártoknak a támogatottság, hogy kénytelenek lesznek bevenni az ALDE-t, a liberális frakciót, és hát ugye a miniszterelnök arra utalt, hogy hát milyen jó, hogyha megerősödnek a bevándorlást ellenző, az erős nemzetek Európájában gondolkodó politikusok a néppárton kívül, pont az olaszok, mondjuk a franciák, mert akkor végre a néppártnak lenne jobb oldalra is bizonyos kérdésekben szövetségese. És hát miután nem akarják Manfred Weberék, mert ők azt gondolják, hogy a nyugat-európai társadalmak a 68-as gondolkodás miatt balra tolódtak, Angela Merkel balra tolta a CDU-t, az egyneműek házasságától kezdve ugye mindent támogattak, és azt gondolják, hogy ezt kell leképezni az Európai Parlamentben is, és nem a néppártól jobbra kell keresni szövetségeseket, mit mondtam bizonyos politikai kérdésekben, hanem továbbra is a néppártól balra, a szocialistáknál és kiegészülve a liberálisokkal. Ha a bevándorlás mentén tagozódik viszont a néppárton belül és egyébként más formációkon belül a politikai gondolkodás, vagy a bevándorlás megítélése mentén, akkor viszont akár frakciók szakadásához, pártcsaládok széthullásához is vezethet, és akkor megint egy újrafelosztás következik. Igen, az Európai Néppárt a legrosszabb állapotban jelen pillanatban, tehát azért még a többi frakció nagyjából egyetértő ezekben a fő Európát meghatározó kérdésekben. Látjuk, hogy az Európai Néppártban rendre visszajönnek ezek a viták, tehát 2015 óta szinte hónapról hónapra vannak olyan konfliktusok és töréspontok az Európai Néppártban, amely a bevándorlásra vezethető vissza, és ennek mentén jelen pillanatban az Európai Néppárt tényleg egy sorsdöntő választás előtt áll, hogy melyik irányba mozdul el. Orbán Viktor köcsén is beszélt arról, hogy most a legfontosabb cél az Európai Néppártban elérjék azt a változást, amely azt jelenti, hogy visszatérnek az eredeti jobboldali keresztény nemzeti értékekhez. Ezt szorgalmazza a Fidesz-KDNP, a magyar kormány. Ugyanakkor látszik, hogy nagyon komoly ellensúly van ott, akikről az előbb beszéltünk, már sokkal inkább liberális politikusnak mondhatóak, és az a probléma, hogy ugye ők nyugat-európai politikusok, Nyugat-Európában nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek a brüsszeli testületeken belül, és ebből fakadóan hiába vannak szám szerint mondjuk kevesebben az Európai Néppártban, a hangjuk sokkal erősebb, sokkal hangosabbak, komoly zsarolási potenciállal rendelkeznek, és most ugye, hogyha az Európai Néppártban ez a konfliktus nem fog megoldódni, hogyha nem lesz egyértelmű irányváltás most az európai parlamenti választás követően, akkor igen, felmerül az, hogy itt az Európai Néppárti szakadáson fog átmenni. Nem beszélve arról, ugye tavaly sokat lehetett arról hallani, hogy Emmanuel Macronnak komoly célja, hogy szétszedje az Európai Néppártot. Szó volt arról is, hogy ő akar majd egy külön frakciót, vagy egy liberális formációt, és nagy valószínűséggel kinézett magának pár néppárti, liberálisnak mondható politikust, akik majd, hogyha megnyerik az LP választást, bekerülnek az Európai Parlamentbe, akkor átkerülnek ebbe a Macron-féle frakcióba. Van annak bármi valószínűsége, esélye, hogy még a májusi LP választás előtt döntés szülessen a Fidesz kizárásáról? Hát most március 20-a a következő dátum, amikor elméletileg ugye a 13 tagpárt követelésére napirendre kell venni ezt a kérdést, de az nem biztos, hogy dönteni is döntenek. Ugye a miniszterelnök világossá tette, hogy pont ebben a tavaly júniusi nagyon fontos Európa beszédében, hogy a kormánypártok számára a néppárti tagság az A terv, és nincsen B terv.
Tehát pontosan ezzel is mutatta, hogy ez az a legfontosabb opció, hiszen ez a legerősebb pártcsalád. Nagyjából 8 miniszterelnök van most, vagy állam és kormányfő ebben a pártcsaládban. Ugye a második legerősebb a liberális pártcsalád, ők 5-6 párt kormányfőt tudnak, a szocialistáknak most 4-5 miniszterelnöke van, és ha Spanyolországban változás lesz, akkor ugye ott is a baloldal helyett jobboldali miniszterelnök lesz. Ez lesz még egy-két országban választás. Tehát a néppárt az a legerősebb, leghatékonyabb. A szakadás egyébként inkább az európai konzervatívok és reformerek pártcsaládjában lesz. A brit kormánypárt, amit beszéltünk róla esetleges távozása, a Brexit miatti távozásával, elanyátlanodik ez a párt. Matteo Salvini ezért ment Varsóba, a PISZ lengyel kormánypártot meghívta a saját frakciójába, és hát a másik Brüsszel kritikus pártcsalád, az Európai Szabadság és Közvetlen Demokrácia, EFDD pártcsalád is szakadt, hiszen az egyik tagja az AfD, a német bevándorlás ellenes párt, ebből a pártcsaládból át szeretne menni a Matteo Salvini féle szuverenista, szintén Brüsszel kritikus pártcsaládba, tehát ott is minimum egy erős tag fog kiválni belőle. Van mozgás az európai pártcsaládokban, de ez az eredménytől függ elsősorban május 26-ától, és utána látjuk ezeket a kérdéseket. Lehet egyébként, hogy a döntés a Fidesz sorsáról is május 26-a után születik meg, bár logikusabb lenne, hogy tisztázzák ezt a kérdést, hiszen arról beszéltünk, hogy Manfred Webert folyamatosan ezzel támadja, egyébként főként a balliberális média Nyugat-Európában, és hát nem arról kérdezik, hogy milyen Európát képzel el, hanem hogy akkor most mi újság a Fidesz-szel. Tehát nekik is, tehát érdemesebb lenne ezt a kérdést hamar lezárni. Manfred Webernek tulajdonképpen azzal, hogy a prognózis szerint a néppárti lesz a legnagyobb frakció, a zsebében van a bizottsági elnöki pozíció. Kockáztatja ezt ezzel a retorikával? Ez fontos hangsúlyozni, hogy a csúcsjelölti rendszer kapcsán is azért viták zajlanak az Európai Unióban. Ezt a magyar fél is korábban vitatta magát a csúcsjelölti struktúrát. Ez, ami kettő koalíciós párt volt, tehát két nagy pártcsalád meg tudta alkotni a többséget az Európai Parlamentben, addig működött. Tehát most, ahogy Zoli is mondta, a május 26-ai EP választás sok mindenről dönteni fog, tehát nem biztos, hogy ez a csúcsjelölti rendszer működni fog egy megborult Európai Parlamentben, amikor meg már 3 vagy akár 4 pártcsaládnak kell alkudoznia, tehát itt sokkal inkább egy megjósolhatatlan időszakra kell felkészülni. Előfordulhat, hogy a kisebbek zsarolnak majd? Sokkal inkább elképzelhető azt, hogy egy kisebb formáció, attól függ, hogy most melyik irányba fognak elmozdulni a hagyományos politikai erők, nagy valószínűséggel inkább a liberálisok és a zöldek irányába, de ott, hogyha a liberálisoknak és a zöldeknek van eszük, akkor elkezdenek alkudozni majd a hagyományosokkal, és azt fogják mondani, hogy mondjuk nekik is kell valamilyen pozíció, kell valamilyen elnöki tisztség. Nagy valószínűséggel most a forgatókönyv az, hogy már Weber, az meg fogja kapni majd ezt a pozíciót, de ez nincsen kőbevésve, ez még nem biztos, tehát elképzelhető, hogy ezért is udvarol most Manfred Weber a balliberálisok irányába, mert akarja magának ezt a pozíciót, biztosítani akarja magának ezt a széket, és most ezért mondta megint ismét a CEU ügyét, ezért mondta azt ismét, hogy terítéken van a Fidesznek a kizárása, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kizárás sem egyik napról a másik napra menő dolog, itt is több hónapos tárgyalásokra, több hónapos ülésekre kell felkészülni, először mondjuk feltételeket támasztanak a Fidesznek, ezt követően a Fidesz erre reagál, utána elindulnak a tárgyalások arról, hogy ezeket a feltételeket teljesítették-e, tehát szokásos brüsszeli mederben mennek általában ezek a döntések, tehát itt is több hónapról van szó, az szinte kizárt, hogy május 26-a előtt, hogyha most március 20-án úgyis döntenek, megtörténne egy kizárás. A pártcsalád az nem egyenlő a gondolkodásmóddal. Tehát bárki is kerül, vagy bármilyen formáció is kerül majd többségbe, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ideológiailag ők lesznek többségben. Hát ugye pont arról beszéltünk, hogy ezek a hagyományos törésvonalak, ahogy mi ezt hívjuk, ezek kezdnek elhalványulni. Tehát már nem a bal jobb a meghatározó, hanem a globalizációhoz való viszony. Ugye a globalizációnak viszonylag kevés haszonélvezője van, itt látjuk a spekulánsokat, a multicégeket, viszonylag sok vesztese van, főként Amerikában, Nyugat-Európában az átlagember, akinek a munkahelyét kihelyezik Kelet-Európába vagy Kínába. És hát ugye ez a globalizáció, ez az európai ember számára 2015 óta bevándorlásban testesül meg. Ugye mit mondanak neki még? Több embert kell beengedni, ellenőrzött, ütemezett formában. Tehát nem tömegesen, mint 15-ben, hanem hogy humanitárius vízummal jöjjenek minél többen, meg családegyesítéssel jönnek minél többen. Tehát ez az új törés van, a globalizációhoz való viszony, és ez valóban az Európai Néppártban látjuk, keresztül megy a pártokon, az ideológiákon, mert vannak, akik ezt támogatják, vannak, akik nem. És igazából ehhez, ez az új rendezőelv Európában, ehhez kell viszonyulni, és hát ez keresztül metzi a pártokat, a szavazóbázisokat, ezért is akarja a néppárt, hogy ne ez legyen a
téma. Tehát ha megnézzük, félnek, mint ördög a tömjén füstöl attól, hogy a migráció kérdéséről beszéljenek. Tehát a német CDU-ban úgy tudtak két napot értekezletet tartani, hogy egyszer sem mondták ki Angela Merkel nevét a migráció kapcsán, és egyszer sem kértek bocsánatot sem a németektől, sem az európaiaktól, hogy beengedtek 1,5 millió embert úgy, hogy nem tudták, hogy kik azok, és úgy, hogy felrúgtak minden európai szabályt. És azóta is ugye ezeknek az embereknek a szétosztását akarják ugye az európaiakra erőltetni különböző bírósági döntésekkel és lopakodó föderalizációval. Tehát azt látjuk, hogy a globalizáció és a migráció kérdései azok, amelyek a leginkább foglalkoztatják az embereket. Akármit is mondanak itthon is a balliberálisok, a tavaly novemberi Euróbarométer felmérés, amit tudtam, a legfrissebb, pont a bevándorlást, az ehhez kapcsolódó terrort és bűnözést nevezi meg az európaiakat a 28 tagországban leginkább foglalkoztató kérdésként. A gyakorlati kérdések mellett azért, ha jól érzékelem, egyfajta ideológiai vita is zajlik, például a néppárton belül arról, hogy ki ragaszkodik inkább a pártcsalád alapvető gyökereihez. Magyarul ki a néppárti? Igen, tehát ugye mindig értékekről beszélnek, Manfred Weber is az értékeket kéri számon a Fidesz-KDNP-n, de ugye a Fidesz is, a magyar kormánypárt azt mondja, hogy ők képviselik az értékeket, tehát itt értékekről sincsen egyetértés, hogy mi az az európai érték, általában ezek ilyen üres fogalmak, meg nem fogható fogalmak, senki sem tudja valójában, hogy mik ezek, tehát teljes mértékben kiüresedett már ez a nyugat-európai politikai erit. Látszik az, hogy például a CDU-CSU sok esetben teljes mértékben eljelentéktelen, de elveszítették a karakterüket, ugye éppen azért, mert az SPD-vel nagy koalíciót alkotnak Németországban, tehát nagyjából, ami a CDU-ra jellemző Németországban, ugyanaz jellemző nagyban az Európai Néppártra is, ott is teljes mértékben a karakter elvesztődött, elvesztődtek az eredeti értékek, és ugye itt Kelet-Európában a néppárti politikusok őrzik ezeket az értékeket, és pontosan felhívják a nyugat-európai politikusoknak a figyelmét arra, hogy figyeljetek, mert teljes mértékben már egy balliberális párttá változtok, hogy Zoli is mondta, olyan értékeket és olyan elvárásokat, olyan célokat fogalmaznak meg kereszténynek mondott nyugat-európai politikusok, ami mondjuk korábban csak a szocialistákra, csak a zöldekre, vagy csak a liberálisokra volt jellemző, tehát ez a karakter eltűnés, ez oda fog majd vezetni, amit a szocialistáknál is láthatunk, hogy a történelmi mélyponton vannak Európa szerte a szocialista pártok, hogyha a néppárt, a jobboldali pártok ugyanezt folytatják Nyugat-Európában, akkor belátható időn belül a szocialistáknak a sorsára fognak jutni, és amit láthatunk a baloldalon, ott ilyen átalakulás van, jönnek alternatív új baloldali pártok, ugyanez várható a jobb oldalon is. Németországban elég csak megnézni az AfD-t, ott is most ugye már 10% fölött van a kutatások szerint, ott is azt látjuk, hogy mivel elhagyta az eredeti értékeket az ottani jobbközép formáció, megjelent az alternatíva, és ezt kéne elkerülni Európa szerte, hiszen ez oda vezet, hogy a jobbközép az begyengül. Itt a maradék egy percben hadd menjünk bele egy kis kötszurkálásba. Azt elképzelhetőnek tartják-e, hogyha kizárják a Fidesz, vagy legalábbis ennek retorikáját viszik, akkor az a kis a bevándorláspárti pártoknak kedvez? Ez aláírható-e? Hát arról beszéltünk, hogy ezek átléphetnek esetleg a liberális frakcióba Macronnal, hiszen ezek... Hát majd a választás után. Hát a választását előtte vagy utána, hiszen Macron szeretne európai szinten szerepelni, hogy elterelje a figyelmet a francia gazdaság és társadalom nehézségeiről. Azok az emberek nem véletlenül mentek az utcára, nem akarnak 2 eurót fizetni egy liter benzinért. Tehát azt látjuk, hogy ezek a néppártnak a szakadása az inkább Macron irányába menne, és ahogy Dani is mondta, hogy ha ezt a politikát folytatják, akkor a szavazóik is dezertálni fognak a néppárttól. Magyarul, ha jól értem, akkor ezzel a retorikával megerősödhetnek olyan pártok, amelyek most a néppártnak a tagjai, de később május után kiválhatnak ebből a családból? Nem, tehát ezek a kis pártok, ezeknek 1 vagy 2 mandátuma van, a kutatások továbbra is 1 vagy a svédeknek vagy a finneknek, akik ki akarják zárni a Fidesz, 1 vagy 2 mandátuma marad a választás után is. Ez nekik nem hoz hasznot, Macronnak hozna hasznot az, ha a néppártból ezek a kicsi pártok átülnének hozzá a liberális frakcióba. És mi történne akkor a néppárt egyébként bevándorlás ellenes többségével, vajon őket büntetnék a választók? Mindenképpen, tehát hogyha kizárnák a Fideszt, akkor ez egy olyan üzenet lenne a többi néppárt számára, hogy ez a bevándorlás ellenes retorika nem kívánatos az európai néppártban, tehát mindenképpen elindítaná egy lavinát, és a hozzánk hasonlóan gondolkodó politikai formációk elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e ebben a pártcsaládban maradni, de ez tényleg közszurkálás, nem beszélünk jelen pillanatban arról, hogy a Fidesz-KDNP ki lesz zárva május 26-áig, most jelen pillanatban a kormány szemmel láthatóan azt mondta, Gulyás Gergely is a mai sajtótájékoztatóján, az a céljuk, hogy kompromisszumost
kompromisszumra jussanak Manfred Weberrel, tehát nem lehet erről beszélni, de mindenképpen az a célja a Fidesznek, hogy ezt az európai pártsárat átalakítsa, és ezt a bevándorlás ellenes politikát azt átverje az Európai Néppárton. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Ez volt a Szemtől Szembe csütörtökön. Messzes Boglár következik a híradó ajánlójával, majd pedig a híradóval. Fél hét után folytatjuk a beszélgetéseket új témákról, új vendégekkel. Maradjanak az M1-jel.